Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonza tücsök vígan hegedült a gombamezőn. Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda bűnös. És a hangya gyerekek, most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz! Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csiga fiú. De Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gombamezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca. Készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt, helyeselt Pihe a lepke kislány. Tudom, mi is kisegíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte. Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, töviről hegyire. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, két nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Csend legyen, kiáltott a pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár, mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangipók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányér. A kis hangyáknak nyírfa vesszőből faragott furuját a pattanóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár, a méhecske pedig citerát. Gömbi, a virágbogár, triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz kunyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudjam, miért tönkretettük a hegedűdet. Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk. Patrik készítette. Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó. Boy.
Gyógyó és Babóca, két jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú, Babóca a katica lány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el. Sóhajtott szomorúan Sünsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sünsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a katica lány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet. Ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő, pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sünsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő a szitakötőlány és Lili a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sünsomával. Boldog születésnapot, Sünsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és odavezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek, kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte mohatetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Rossz álom. Egy viharos estén Bogyó, a csiga fiú, lefekvéshez készülődött. Fogat mosott és ágyba bújt, mintha valaki zörgetett volna az ajtón. Talán csak a szél, gondolta, és nem törődött vele. De a zörgés pár perc múlva újra hallatszott.
Mi lehet ez? Belebújt a papucsába és kinyitotta az ajtót, de nem látott senkit. Biztos csak képzelődöm, mondta, és visszabújt az ágyba. De valaki ismét zörgetett. Ki az? Ugrott ki az ágyból bogyó rémülten. Kitárta az ajtót és körbenézett. Kukac, gyere be! Olyan kicsi vagy, hogy nem vettelek észre. Mi történt? Rosszat álmodtam. Itt maradhatok nálad, mondta a kukac. Persze, itt maradhatsz. Bogyó egy papírdobozból apró ágyacskát hajtogatott a kukacnak. Tessék, ez lesz az ágyad. És mi lesz a takaróm? A sapkám éppen jó lesz. Olyan, mint egy igazi hálózsák. Jól van, kukac, most már aludjunk. Álmos vagyok. Bogyó már majdnem álomba merült, amikor a kukac megszólalt. Bogyó, felgyújthatjuk a lámpát. Félek a sötétben. Ugyan, hiszen nincs sötét, világít a hold. Nincs mitől félni, aludjunk, mormogta a csiga. De igenis sötét van, erősködött a kukac. Nincs sötét, de sötét van. Jól van, széthúzom a függönyöket, így már látod a holdat. Világítanak a csillagok is. Aludjunk végre, mérgelődött Bogyó. A csiga fiú magára húzta a takaróját, és azonnal álomba merült. De nem sokáig aludhatott, mert a kukac ismét felverte. Szomjas vagyok! Így áll, kukac, vágta rá Bogyó. Nem érem el, segíts, Bogyó, kérek egy kis vizet, nyafogott a kukac. Köszönöm, sukta a kukac. Aludj jól. Bogyó jól is aludt volna, ha pár perc múlva a kukac ismét fel nem ébreszti. Éhes vagyok. Nem, éjjel nem eszünk, majd reggel, dörrent rá Bogyó. De én éhes vagyok, nem vacsoráztam a vihar miatt, panaszkodott a kukac. Köszönöm, többet nem zavarlak, ígérte a kukac, és rágcsálni kezdte az almát. De nem tartotta be az ígéretét. Bogyó, nem tudok elaludni, félek, ébresztette fel ismét a csigát. Mitől félsz? Kérdezte fájdalmasan Bogyó. Nem tudom, csak úgy félek. Kérlek, mesélj nekem valamit, attól elalszom. Jól van, nem bánom, mesélek neked, már úgyis kiszállt a szememből az álom. Bogyó mesélni kezdett a kukacnak. Elmesélte, hogyan sodorta el a papírsárkányt a szél, hol találták meg a gomba kalapját, hogyan gyógyította meg Bagoly doktor a fülgyulladást, és mit kapott a százlábú karácsonyra. De a kukac a felét sem hallotta, mély álomba merült a mesétől. Végre Bogyó is alhatott. Mire felébredtek, véget ért a szélvihar, és hét ágra sütött a nap. Látod ott azt a képet az ágyam felett? Kezdte Bogyó. Mert én is szoktam rosszat álmodni, és olyankor mindig erre a tündérre gondolok. Ő segít, hogy elűzzem a rossz gondolatokat, meg az ijesztő álmokat. Neked is rajzolok egy képet az ágyad fölé, valakiről, akit nagyon szeretsz. Ha bánatos vagy, akkor csak ránézel, és rögtön megnyugszol. Elillan a rossz álom. A napocska. Rajzold le a napocskát, őt nagyon szeretem. Mindig mosolyog. Nagyon szép lett, köszönöm, mondta elégedetten a kukac. Ragaszd ki az ágyad mellé, és a kukac már indult is boldogan hazafelé.